Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Gondoros Város Önkormányzata nevében nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket. A terület és település fejlesztési operatív program TOP 1.4.1-15 kódszámon pályázatot hirdetett a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát munkába állás segítő intézmények közszolgáltatások fejlesztése címmel, melyre a Kondoros Kardos Köznevelési Intézmény Fenntartó Társulás TOP 1.4.1-15BS1 2016-0051 azonosító számú Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsöde Eszközfejlesztési című projektjével sikeresen pályázott, melynek a mai napon sor kerülhet az ünnepélyes záró rendezvényére. Elsőként felkérném Ribárszky Péter urat, Kondoros város polgármesterét, hogy köszöntse a jelenlévőket. Tisztelt képviselő úr, kormány megbízott úr, intézményvezető úr, tisztelt jelenlévők! Talán úgy kezdeném a mostani köszöntőmet, hogy mindig nagy öröm megállni egy-egy fejlesztés átadásán, egy ünnepi pillanatban, és ez a fejlesztés, illetve ez a ünnepi pillanat, hogyha ez a gyermekek szolgálatában valósul meg, és a Kondorosi Többsincs óvodát gazdagítja, akkor ez az öröm ez talán még nagyobb a szívünkben, hisz a gyermekek, a jövőnk záloga a gyermek, és ez a fejlesztés, amelyet Kondoroson most megvalósítottunk, ez abszolút a kondorosi és kardosi gyermekek szolgálatában áll. És az ő céljaikért, az ő közérzet javításukért valósult meg mindez itt Kondoroson. Elsőként, mielőtt ezt a fejlesztést egy kicsit méltatnánk és bemutatnánk a kedves jelenlévőknek, vagy akár a sajtó munkatársainak, azért engedjék meg, hogy meghívott vendégeinknek, kormány megbízott úrnak, képviselő úrnak egy kicsit foglaljuk össze, hogy az elmúlt 8 évben Kondoros városában, Kondoros településen az óvodát érintően milyen fejlesztések valósultak meg. És büszkén mondhatjuk, és büszkén mondjuk is, és büszkén vállaljuk azt, hogy az elmúlt önkormányzati ciklusban tevékenykedő képviselők, városvezetés, vagy valamint a mostani érában tevékenykedő városvezetés is fontosnak tartja azt, hogy Kondoros közintézményei azok olyan megfelelő állapotban legyenek, hogy büszkék legyünk erre. Én azt hiszem, hogy az elmúlt időszakban ezt sikerült is a városvezetésnek elérnie. Ezek nem csak esztétikailag megújult középületek, hanem energetikailag is megújult középületeket jelentenek. De visszatérve a Kondorosi Többsincs óvodára, hagyd mondjuk el, hogy ebben a fejlesztésben, vagy ebben az elmúlt időszakban, ami 2010-től kezdődött, milyen fejlesztések és milyen források realizálódtak itt az óvodában. Mint ahogy láthatják a kedves vendégek, a kondorosiaknak, kondorosi jelenlévőknek ezt nem kell elmondani, hisz ő maguk is itt az óvoda udvarát koptatták, rúgták a port az óvoda udvaron, de a kedves vendégeinknek elmondhatjuk, hogy az óvoda udvarról is látszik, hogy több épületből áll az óvoda együttes, egy általunk Hősök úti épületrészként emlegetett épületből, egy bölcsödéből és egy Csabai úti épületrészből, valamint a kettő között pedig egy tornaszoba helyezkedik el. Mint ahogy mondtam, büszkén vállaljuk és büszkék vagyunk arra, hogy ezeket az épületeket felújítottuk, és egy kicsit talán kronológiailag szeretném elmondani azt, hogy honnan is indultunk. 2010-ben és 2011-ben, 2010-es indulással indult el az óvodának a nagyléptékű fejlesztése a bölcsöde megépítésével, amelyet előttünk láthatunk. Ez a bölcsöde, ez több mint 101 millió forintból épült föl itt, mint ahogy mondtam, 2011 májusában került átadásra. Itt két bölcsödei csoport kapott helyet, 10-10 fős férőhellyel, és minden mai kor vívmányainak megfelelő fejlesztéssel, újítással, a tálalókonyhával, a kis bölcsödei játszóudvarral, és természetesen energetikailag is korszerű az épület. Ezt követte a mögöttünk álló épületnek a felújítása 2012-es évben,
Itt több mint 24 millió forintból újult meg ez az épület, itt nyílászáró csere, energetikai korszerűsítés történt, valamint az egyik csoportszobának a létszám növekedéséhez szükséges hozzáépítés, ennek a terasznak a megépítése. Ezt követte 2015-ös évben a Csabai út épület résztek az energetikai korszerűsítése, KEOP pályázat eredményeként ez több mint 27 millió 900 ezer forintos projektösszköltséggel. Ez is nyílászáró cserét, külső hőszigetelést jelentett, padlásfödém hőszigetelést, és természetesen kívülről egy szép homlokzat került kialakításra. És valamint ennek a fejlesztésnek része volt a tornaszoba is, úgyhogy méltán mondhatjuk, hogy az óvodához tartozó épületek azok mind energetikailag, mind esztétikailag szép és korszerű állapotban vannak. 2016-ban, amikor a terület és településfejlesztési operatív program kiírásai között megjelent az óvodára pályázható prioritás, akkor intézményvezető úrral és a képviselőtársakkal ötleteltünk és kerestük a megoldást, hogy milyen fejlesztési lehetőségek rejlenek még az óvodában, hisz tudjuk, hogy ezen pályázati kiírás keretében lehetett volna pályázni az eszközfejlesztés mellett kapacitás növekedés, kapacitás bővítésre. Intézményvezető úrral és inkább az ő iránymutatása alapján arra a megállapításra és következtetésre jutottunk, hogy kapacitás bővítésre nincsen szükség. Bár majd ő az árszójában el fogja mondani, de hála Istennek azért az óvodánk az teltházzal üzemel, tehát elképzelhető, hogy éveken belül azért el fogunk jutni oda, hogy ki fogjuk nőni az óvodát, de amikor a pályázat megjelent 2016-ban, akkor úgy döntöttünk, hogy eszközfejlesztésre fogjuk benyújtani a pályázatot, hisz, mint ahogy mondhattuk, vagy mint ahogy elmondtam, kívülről az épületeink már megfelelő állapotban voltak, ezért belülről az eszközfelszereltség kellett egy picit megerősíteni és pótolni. Amikor a pályázat megjelent és össze kellett állítani a szükséges eszközöknek a listáját, akkor három szegmens, három pillér mentén történt a fejlesztésnek az összeállítása, illetve az eszközöknek az összeállítása. Az egyik pillér az volt, hogy teljesen új eszközöket vásárolunk, amelyek még nem voltak az óvodában, hiányként mutatkoztak, ezeknek a beszerzése másodszorban azok, amelyek meglévő eszközök, de már elavultak, és ki kell őket cserélni. Az óvodának a költségvetése ezt nem tette lehetővé, ezért számunkra a fejlesztés és a pályázat lehetőséget teremtett mindenre. Harmadízben pedig azokat az eszközöket szerettük volna kiegészíteni, amelyek meglévőek voltak, jól működtek, beváltak, de kevésnek bizonyultak. Ezen fejlesztés keretében megvalósult több minden, láthatjuk, itt talán azzal kezdeném, hogy az udvari játékoknak a fejlesztése eddig is eszközzel, játékkal megfelelően ellátott volt az óvodánknak az udvara, de ezzel a fejlesztéssel és a fejlesztés eredményeként beszerzett biztonságos játékeszközökkel még szebb, még hangulatosabb, még otthonosabbá vált az óvodánknak az udvara. Ezt itt láthatják a kedves jelenlévők, hogy milyen játékeszközök kerültek telepítésre. Udvari játékok itt akár fészekhinta, csúszda, homokozóvár, kisvonat, forgó, mérleghinta, mókuskerék, ahova nézek, mindenütt csak új játékok sorakoznak. De mindemellett az épületeken belüli eszközfejlesztés is megvalósult. Itt a két épület együttesben, a Csabai út és a Hősöki úti épület együttesben is található egy-egy tálaló konyha. Ezen tálaló konyháknak a fejlesztése is szükségessé vált. Itt konyhabútorok cseréje történt, meg mosogatógépek beszerzése, mikrohullámú sütő beszerzés, hűtőgép, tűzhely. Tehát minden olyan, ami komfortossá és használhatóvá teszi a tálaló konyhát. Valamint a csoportszobákba is jutott a fejlesztésből, hála Istennek bőven. Bútorbeszerzési szegmense is volt ennek az eszközbeszerzési pályázatnak. Bútorbeszerzés keretében, mint ahogy említettem, konyhabútorok, de öltöző szekrények, komódok, csoportszobákba játéktárolók, kisasztalok, kisszékek beszerzése valósult meg, ami a
köszöntők követően megtekinthető lesz majd. Természetesen nem csak a gyermekek óvodában eltöltött perceinek a megkönnyítésére szolgált ez a fejlesztés, hanem az oktató, illetve bocsánat, a nevelő munkának a megkönnyítésére, a fejlesztésére is történt eszközbeszerzés. Ilyen volt például projektor, vászon, notebook, ehhez tartozó hangszóró, fénymásoló, és sorolhatnám, nem is kívánok mindent felsorolni, mert akkor sokáig itt lennék, és ezzel nem untatnám önöket, hanem tényleg majd megnézzük közösen a fejlesztés, és az lesz igazán a beszédes. Tehát, és ezen kívül a gyermekek mozgásfejlesztését segítő tornaszobai eszközök, valamint a zenei fejlesztésüket segítő különböző hangszerek beszerzése is megvalósult. Tehát elmondhatjuk közösen azt, hogy most már az óvodánk nem csak kívülről szépült meg, hanem most már belülről is, és az óvodába járó gyermekek örömmel használják ezt a fejlesztést, valamint nem csak a gyermekek, hanem a fejlesztéseknek az elemeit az óvodában nevelő pedagógusok, valamint az óvodában dolgozó dajkák is örömmel használják és használhatják. Még azt talán elmulasztottam elmondani, hogy ezen projekt keretében a projektnek az összköltsége 21.322.229 forint összértékű volt. Egyszerű beszerzési eljárás keretében választottuk ki a szállítót, akivel megkötöttük február 9-én a szállítói szerződést. Ez a budapesti székhelyű Mi Óvodán Kft. Volt, aki szállította ezeket az eszközöket határidőre, és elérkezett a mai nap, amikor ezt ünnepélyesen át is tudjuk adni a gyermekeknek és a pedagógusoknak. Még egy számadat, és nem szeretném ezzel untatni önöket, viszont mivel mondtam több ízben, hogy büszkék vagyunk a fejlesztéseinkre, a 2010 és 18 év közötti időszakban az óvodánkra több mint 175 millió forintot költöttünk, amely fejlesztés azt hiszem magáért beszél. Én zárszóként annyit szeretnék elmondani, hogy kívánom az óvodába járó gyermekeknek, hogy örömmel, egészséggel használják az óvodai fejlesztéseket. Természetesen ugyanezt kívánom az óvodai nevelőknek, az óvodában dolgozó dajkáknak. Intézményvezető úrnak köszönöm szépen a projektben a munkáját, amelyet segítően hozzátett, valamint köszönöm a Közös Önkormányzati Hivatal beruházási osztályának a munkát, amelyet a projektben végzett, és még egyszer jó egészséget kívánok a fejlesztéshez. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, polgármester úr! A továbbiakban felkérem dr. Takács Árpád urat, a Békés megyei kormányhivatal vezetőjét, kormány megbízottat, mondja el köszöntőjét. Köszönöm szépen! Nagyra becsült képviselő úr, tisztelt polgármester urak, alpolgármester úr, intézményvezető úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Kondorosra érkezni nekem érzelmi kérdés, több okból kifolyólag. Egyrészt, mert nem csak a óvodának és bölcsődének az épülete újul és szépül belülről meg kívülről, hanem Kondorosnak az épületei, Kondorosnak a látnivalói is egyre inkább szépülnek. De az érzelmi kérdés onnan van, hogy még előző életemben, amikor a katasztrófavédelmnél dolgoztam, több hónapot töltöttem itt 1998 és 2002 között, mert vagy szivattyúztunk, vagy vizet vezettünk el, vagy körbeárkoltuk Kondorost, vagy kitelepítettünk, de hogy itt mindig történt valami a 2000-es évek elején, az biztos. Hál' Istennek most is történik mindig valami, de ez egy olyan pozitív fejlődési irányt mutat, amely azt hiszem, hogy példaértékű lehet mindannyiunk számára. És ahogy polgármester úr és alpolgármester úr mozgását figyelem csúnya kifejezéssel az elmúlt időszakban, nyilvánvalóan egy olyan elkötelezettséget mutatnak a település iránt, ami ennek a fejlődésnek nyilvánvalóan az áloga. Az elmúlt hetekben, hónapokban többször olvashattuk ezt az írott és elektronikus médiában, hogy a 2018 a családok éve. Ezen túlmenően 2018 a vidék fejlesztés éve és a biztonság éve, és a következő 4 év kormányzati stratégiai célkitűzését tekintve ez így is marad, mellett a demográfiai kérdéseknek a
figyelemmel kísérése, és azok az intézkedések, amelyek a családok és a gyermekeknek a jövőbeni lehetőségeit, a jövő élhetőségét fogja biztosítani. És az elmúlt időszakban a kormány ezért mindent megtett, hiszen ha visszatekintünk, olyan intézkedések születtek, amelyek ebbe az irányba mutatnak, mert több mint 9000 férőhelyjel nőtt a bölcsidei és óvodai elhelyezések lehetősége, 1200 fővel több az a pedagógus, aki foglalkozik a gyermekekkel, és a kormány 2014-től 2020-ig 100 milliárd forint értékben fogja ezeket az intézményeket nyilvánvalóan a jövőben is felújítani. És ez nem politikai kampánybeszéd, kérem, ezt ne vegyék annak, mert ez a jelen valósága és a jövő reménysége, hogy a gyermekeknek, a szülőknek jövőt tudjunk adni, hitet tudjunk adni abban, hogy jó itt élni, vidéken is van élet, jó ide hazatérni, és jó itt érvényesülni. És eszembe jutott, amikor jöttem, hogy vajon mit lehetne mondani a gyermekek irányába üzenetként, az talán Goethét idézve a legjobb, hogy mit adhatunk a gyermekeinknek, gyökereket és szárnyakat. Gyökereket, hogy tudják, hogy honnan jöttek, hol tanultak, mit kaptak az itt lévő pedagógusoktól, hova tudnak hazajönni, és természetesen szárnyakat is, hogy kibontakozzon a személyiségük, hogy önálló életüket tudják élni, és tudjanak érvényesülni. De engem kérdeznek, akkor talán fontosabbak a gyökerek, mert ha ezt nem adunk, akkor esetleg csak vándormadarak lehetnek. És én azt hiszem, hogy ez a hármas a hit, remény és az akarat az áloga annak, hogy Magyarország számára ne csak a gazdaság növekedése legyen elsőrangú prioritás, ne csak a foglalkoztatási kérdések, bár nyilvánvalóan a vidékfejlesztés szempontjából ezek elsőrangú meghatározó jelentőségűek, hanem ennek az egésznek az alapja a család, a gyermekek és az a jövőkép, az a vízió, ami Kondoroson megvalósul. Tehát van jövőkép, van vízió, vannak tervek, és ez bizakodottsággal tölthet el mindenkit, és én nagyon szívesen jövök mindig Kondoroson. Nagyon szívesen vagyok itt, egyrészt érzelmi kérdés, más és értelmi kérdés, hiszen a kormányhivatal vezetőjeként olyan engedélyezési eljárásokat kell lebonyolítanunk, amelyek ezeket a beruházásokat, legyen szó topos beruházásokról, legyen szó ginapos beruházásokról, bármilyen kiemelt beruházásról, legyen az 44-es, ezt a térséget újra a Magyarország olyan térségei közé emeli, amely méltán megérdemel, hiszen kitűnő emberek, kitűnő gazdálkodók, kitűnő szakemberek dolgoznak itt is és ebben a megyében is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Köszönjük szépen kormány megbízott úr szavait. Továbbiakban felkérném Pantola Gyula országgyűlési képviselőt, hogy mondja el ünnepi gondolatait. Tisztelt kormány megbízott úr, polgármester urak, intézményvezető úr, alpolgármester úr, kedves vendégek! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Eszközfejlesztés című pályázat ünnepélyes átadóján. A település képviselőjeként és Békés megye fejlesztési biztosaként örömmel fogadtam el a kormányzat meghívását, és örömmel jöttem Kondorosra, hiszen Önöknél mindig valami jó, mindig a hétköznapon túli valami örömteli esemény történik. Az elmúlt években rengeteg megnyitón és átadón vettem részt, számtalan nemzeti színű szallagot vágtam át, és természetesen minden darabját megőrzöm. Azonban nyugodt szívvel kijelenthetem, hogy a mai átadó szallagja lesz számomra a legkedvesebb, hiszen Kondoros városának legfiatalabb, legkisebb tagjait, a gyerekek javát szolgáló fejlesztésről van szó. Így a mai eseményen, ahogy elhangzott kormány megbízott úr beszédében is, a jövőt ünnepeljük. És talán ez a legfontosabb. Tisztelt vendégek, tudjuk, hogy a térségbe érkező forintnak, 100 forintnak, 1000 forintnak sok-sok helye lenne. De azt is tudjuk, hogy ezeket a forintokat akkor költjük el a legfelelősebben, ha a jövőbe fektetjük be. Kondoroson is így tettek, a kondorosi városvezetés mindig is élen járt és példát mutatott, mint a szűkebb, mint a tágabb környezet számára. Ezen a településen ugyanolyan fontos a hagyományőrzés, ugyanolyan fontos a jelen, az, hogy az itt élő emberek mindennapjai életminőségei szebbek és komfortosabbak legyenek. És fontos a jövő is, hiszen pontosan tudja a városvezetés, hogy az itthonmaradást, a munkába állást, a családokat kell segíteni. Ez a pozitív gondolkodás az előremutató cselekvést teszi fontos és szerethető településé Kondorost. Kedves vendégek,
akármelyik életciklusból nézzük, a mai napon kizárólag a pozitívumokat lehet látni. A gondorosi gyermek mit lát? Azt látja, hogy szeretett intézményében megújultak kedvenc udvari játékok, a mókuskerék, a mérleghinta, a homokozó, a vonat és még sok-sok minden más. A gondorosi gyermek számára nincs is ennél fontosabb és szebb dolog a világon. A gondorosi szülő mit lát? Azt látja, hogy a gyermeke boldog, vidáman megy bölcsödébe és óvodába, sőt, haza se akar menni onnan. A gondorosi szülő számára nincs is ennél fontosabb és szebb dolog a világon. És a gondorosi nagyszülő mit lát? Azt látja, hogy a gyermeke és az unokája boldog, és mivel boldognak tudja, hogy eszük ágában sem lesz elhagyni a település sem másik város, sem másik ország miatt. Gondorosi nagyszülő számára nincs is ennél fontosabb és szebb dolog a világon. És mi vendégek mit látunk? A vendég boldogságot lát, és ezért irigykedik egy kissé. Tisztelt vendégek! Azt gondolom, hogy a több sincs óvoda bölcsöde fejlesztése egy példaértékű cselekedet, ugyanis rendkívül fontos feladat az óvodások elindítása az emberek életében. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a munkafolyamat valamennyi résztvevőjének. Elsősorban köszönet illeti Ribászki Péter polgármester urat, személyében az egyik legagilisabb városvezetőt ismertem meg, akik tűzzel, vassal küzd városáért. Köszönet illeti az önkormányzat munkatársait, akik előkészítették a fejlesztést. Köszönet jár az engedélyező hatóságoknak és a kivitelezőknek munkájukért. Köszönet illeti az intézményben dolgozókat a türelmükért és a bölcsőde óvoda lakóinak a felújítás során tanúsított megértésüket. Végezetül engedjék meg, hogy az intézményben dolgozóknak jó és hasznos munkát, a gyermekeknek pedig felhőtlen éveket kívánjak ebben a csodaszép intézményben. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Köszönjük szépen, képviselő úr! A továbbiakban átadnám a szót Holcsák István úrnak, a gondorosi Több sincs óvoda és bölcsőde intézményvezetőjének. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget! Ha megengedik, most a beszédek sorának egy pici, rövid szünetet adunk, hiszen az óvodaudvar így most nagyon szép és madárfütyös, de mi sosem halljuk ilyennek. Egy dolog hiányzik belőle igazán, a gyerek zsivaj. Tehát most ki fognak jönni a gyerekek? Nem kívántam, hogy itt álljanak végig, amíg a beszédek tartanak, hiszen nem biztos, hogy akármilyen izgalmas dolgokról beszélünk, hogy leköti a figyelmüket. Hihetetlenül nagy dolog ez az életünkben, ez a beruházás. Én úgy gondolom, hogy 4 éve vagyok az intézmény vezetője, 4 év alatt rengeteget fejlődtünk. Nagyon-nagyon szeretném megköszönni a minket segítő és támogató munkát a fenntartónknak, a hivatal dolgozóinak, különösképpen a beruházási osztály dolgozóinak, hiszen most napi szinten voltunk kapcsolatban az eszközök beszerzése során, illetve nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretném megköszönni a kollégáimnak, a közmunkaprogramban dolgozóknak, hogy ilyen hatalmas türelemmel és rugalmassággal vették az akadályt, hiszen a napi működésünkben nem lehetett szinte észrevenni, hogy ide folyamatosan áramlottak be az új eszközök, amik mind azt segítik, hogy a gyerekek ebben a csodaszép óvodában még jobban érezzék magukat, és valóban második otthonuknak érezzék az intézményt. Én úgy gondolom, hogy most már egy kicsit versenyben is szálltunk az otthonokkal. Reményeim szerint egy picit kellemesebb itt, mint otthon, hiszen olyan játékok kerülhettek, olyan eszközök kerülhettek átadásra, amikkel az otthonokban nem nagyon találkoznak a gyerekek. Itt a város szívében ez az intézmény elhelyezkedésében is szerintem jelképezi azt, ami nekünk a legfontosabb célunk, hogy egy valóban családbarát és egy rendkívül gyermekközpontú intézményben járhassanak a gondorosi és kardosi gyerekek. Amit nagyon fontosnak tartok, hogy az eszközök most már megvannak ahhoz, hogy a szakmai munka színvonalasan működhessen, és mi azon leszünk, mint pedagógusok, mint dolgozók, hogy ez még színvonalasabb és még pompásabb lehessen. És akkor nem is szaporítanám tovább a szót, nagy örömmel adom át a gondorosi óvodásoknak egy picit itt a színpadot, fogadják szeretettel néhány perces műsorukat. Ezzel látok meg ezzel is, ezzel hallok meg ezzel is, ezzel érzek én.
járok, boldog gácsat ezzel várok. Reggeli harmad kell ki a lepkét, virág a réten, rája a tejhét, látja a lepket, lépben a szárnya, világ elben, reggeli várja. Érzés a világot, úgy hívják, hogy szeretet, ami nélkül boldogulni, szépen élni nem lehet. Nem számít a mennyisége, pénzben nem is mérhető, bárhol élni a világon, mindenhol elérhető. Somvirág, virág, aranysárga a virág, kapuk fő, kapuk szal, kirándulni volna jó. Fűszasíkot faragni, fűszalóval lovazni, átomokon állta, a továbbiakban a nap ünnepélyes pillanatai következnek. Tisztelettel megkérném Ribárszky Péter polgármester urat, dr. Takács Árpád kormánymegbízott urat, Vantara Gyula országgyűlési képviselő urat és Holcsák István intézményvezetőt, hogy vágják át a szalagot. A két legközkedveltebb játék, a forgó és a fészekhinta lett a szalagátvágás. Köszönjük.